Országos razzia indult a magyar utakon. Csütörtökig kiemelt ellenőrzésekre számíthatnak a teherautó és az autóbusz sofőrök, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium az MTI-vel. A hatóság munkatársai közlekedésbiztonsági kockázatot jelentő személy- és áruszállító járműveket keresnek. Ellenőrzik az általános műszaki állapotot, az előírásoknak való megfelelést. A vizsgálat kiterjed a menetíró készülékek, valamint a vezetési és pihenőidők betartásának ellenőrzésére is. A 14 európai ország közlekedési hatóságai tömörítő Eurocontrol Route együttműködés ellenőrzéseiben Magyarország rendszeresen részt vesz. Havonta, két havonta tartanak ilyen akciókat. Tavaly 7 razzia során majdnem 7800 személy- és áruszállító járművet, több mint 5500 teherautót és több mint 2200 buszt vizsgáltak meg. Ezek közül minden tizedik problémásnak bizonyult. A közlemény arra is kitér, hogy ha a szabályszegés mértéke indokolttá teszi, az eljáró hatóság a járművet a biztonsági kockázat elhárításáig visszatartja.